amikor én egy élőt csinálok, és beszélek, akkor tényleg megadta Isten azt a gazdagságot, és ez tényleg nem az én érdemem, ez nem az én intelligenciának, az én képességeimnek köszönhető, hanem Isten kegyelmének, hogy ő megadja nekem azt a hatalmas ajándékot, hogy én egyenesen online beszélek, tehát hogy igazából nekem arra sincsen szükségem, hogy bárkit idézzek, még a Bibliát sem kell jóformán idézzem, miért? Azért, mert Isten élő adásból, lélek által szól hozzám, amit én szólhatok belőle, az ő szavából. Ez egy hatalmas lehetőség, tehát hogy igazából attól erős a mi beszédünk, hogyha Istentől ezt kérjük és megkapjuk ajándékba, hogy lélekből szólunk és nem agyban tárolt információból. Mert pont ezáltal tudunk csapdává esni mi is, ugye a rendszer csapdájába, hogy kiderül egy olyan információról, amit én leközöltem, hogy egy bluff volt ugye a Ferramo média részéről, egy hírelhárítás volt. Én arra felültem, és elkezdem ottan terjeszteni ezt a luciferáz, mit tudom enzimet, felültem egy ilyen híradóra, egy ilyen álhírre, és azok, akik adták az ajkaimra játszották ezt az álhírt, azok majd ki fognak engemet gunyolni, hogy mekkora hülyeségben milyen hülyeséget hirdetek, érted? Tehát őket rájátszák az én elmémre azt az álhírt, azt a hazug hírt, és utána meg kigonyolnak engemet, hogy na, Attila is felült azért a luciferáz enzimre, és azon hajókázik. Ezért, hogy Pál apostol beszél a Krisztus ismeretének a gazdagságáról, azt mondja, hogy mindent kárnak és személytnek ítélek. Akármilyen információt a Google-ből, meg akármilyen emberek által tárolt információt, szentkönyvekben, meg mindent kárnak és személytnek ítélek a Krisztus ismeretéért, aki élőben, élőadásban beszél általam. Tehát nem szorulok arra, hogy embereket idézzek, mert élő lélekként megnyilvánul általam a mindenható Isten lelke. És ettől válik erőssé a mi igazsághirdetésünk. Ez nagyon fontos, ezt valahogy megértsük, és bevegyük a szívünkbe, és tényleg engedjük, hogy Isten minket átformáljon, hogy a lélek által szóljunk, és ne olyan információk arra alapozzuk a mi igazsághirdetésünket, ami ingatag. Tehát egyik ember kitalálta, egyik blöfföl, másik blöfföl, egyik igaz, a másik hamis, és a végén a nevetség tárgyává teszik az egész missziómat, mondjam azt, érted? De ezt nem tehetik meg velem, mindaddig, amíg a Krisztusból szólok, az ő lelkéből szólok, és nem emberekre alapozva szólok. Ilyen emberi információkat én csupán csaliként használok fel. Tehát legyen az laposföld, kockaföld, banánföld, teljesen mindegy. Mert az engemet amúgy sem érdekel, mert számomra az nem releváns. Viszont az ilyen híreket, ugye, hogy a föld lapos-e, vagy kocka, vagy hogy az 5G után mi fog következni, a 28G, vagy pedig a 32, ezt csak úgy használom fel, mint csali, mert tudom, hogy az embernek ezen van a figyelme. Jézus, amikor beszélt a földről, a földszántásról, meg a halászatról, azt nem azért mondta, mert őt annyira érdekelte a halászat, hanem azért mondta, mert tudta, hogy az embernek a figyelme azon van. És így szólt ő lélek által. Tehát nekem bármilyen fogalom itt, ami van, COVID, vakcina, méreg, nem méreg, nekem amúgy is teljesen mindegy, az összes. Viszont mint csalit fel tudom használni arra, hogy akinek a figyelme ezen van, azt megfogjam az ő figyelmére, és átirányítsam a Krisztusra, a feltámadás erejére és lelkére. Nekem csak ennyi hasznom van, úgymond a földi világi információban. Van még egy dolog, ami egy ilyen. Most nekem csak információk jönnek, nézd el nekem, hogy állítólag a több mint 90%-át az internet forgalomnak azt ilyen óceán alatti kábelekkel végzik el. És akkor itt megint ugye logikátlan lenne az, hogy akkor hol vannak a műholdak? Sőt, ugye azt mondják, hogy nem is tudom, több százezer vagy millió műhold van már fönt, tehát, hogy, és akkor csinálnak ilyen képeket, ugye gömbföld fölötte a körbe az a sok műhold, már szinte ilyen felhőként eltakarja a földet, tehát na mindegy. Tehát, hogy már ugye nevetséges innen nézve ez az egész dolog, hogy mennyire próbálnak elhitetni bennünket. Hihetetlen. Csinálják szerintem. Tényleg, csinálják. Mindent vele. Azt mondom én, Bill Gatesnek, összenek, csináljátok. Az a ti dolgotok, ti azzal fogtok elszámolni, én meg azzal fogok elszámolni, amit én kaptam. Mert minél erőteljesebb az elhitetés, annál erőteljesebb lesz a szembesülés, még azáltal is emberek megszabadulhatnak tényleg. Tehát én kívánom, hogy legyen minél több ember keményen elhitetve. Aki elindult az elhitetés útján, az legyen teljesen elhitetve, hogy teljesen szembesüljön azzal, hogy mit jelent embereket követni Isten helyett.
Nekem ezzel nincsen semmi problémám. Nyugodtan csinálják, hitessék, 5G, 28, ottan számolság egészen felfelé 666-ig. Nem érdekel tényleg. De amúgy igen, abszolút, tudom, hogy ez történik, amit mondasz. És jó, hogy van. Tudom magamról, hogy elfogult vagyok. Ő azt mondja, hogy szükséges legyenek megbotránkozások, de jaj, annak, aki által lesznek. Tehát szükséges volt az, amit csinált Júdás, de azt mondta, hogy jobb lett volna, ha meg sem születik. Tehát van elhitetés. Bill Gates részre ebben. Mit tudom én, a, hogy hívják, Ilonka? Ilonka Musk? Muskos Ilonka, ugye? Ő is azt csinálja. De hát én miért haragudjak rá? Nem elég, hogyha ő haragszik saját magára? Hát, igen. Igen. Nekem most csak az jut eszembe, amit ugye még tőled hallottam, ez a Reserve Human, vagy mi ez a receptes könyv, ugye, hogy a kiderült, hogy receptes könyv, amikor felszálltak a űrhajóra, hogy To Serve Human. Ezt nehogy, igen, To Serve Human. Hogy nehogy ez tényleg, tehát ha odáig eljutnak, hogy nekünk menekülni kell a bolygóról, mert van hova máshova, hát ugye nincs, és elvisznek embereket, hogy na majd elmennek belakni egy bolygót, és közben meg mennek a süllyesztőbe, na ez azért nem, tehát ez már annyira durva, hogy szeretném, hogyha előbb felébb lennének az emberek, és jóval előbb. Mert odáig elvinni egy ilyen elhitetést, hogy elvileg űrhajóra ülnek, és közben meg a halálba mennek, ez nem. Fel kéne üredni. Hát igazából az van, hogy felszállnak az űrhajóra. Csak az űrhajó az valójában nem űrhajó, hanem zűrhajó. Tehát felszállnak a zűrhajóra emberek. Az űrhajó az meg el fog süllyedni. Igen. Nem is tudom. Tehát hogy lehet az Istenben való hitet lecserélni egy olyanra, hogy majd a technológia elvisz bennünket egy másik bolygóra, meg fú, nekem ez magas. Nekem, én nem tudom. Én amióta megszülettem, én tudom, hogy van teremtő, és ez egy nyugalommal tölt el, és mindent ebből szemlélek, tehát, és ezért tudom talán észrevenni mert vezet valahogyan, észreveszem a dolgokat, de én nem tudom, hogy enélkül hogy lehet egyáltalán életben maradni, vagy élni. Nem tudom. Hát úgy, ahogy mutatja a kígyó, Attila, úgy, ahogy a kígyó beleharap a saját farkába, saját magát felzabálja. Azt tette most az emberiség, tehát Isten nélkül az emberiség saját magát felzabálja, az oroborosz, ugye? Igen, tehát igen. Így lehet csak élni, hogy az ember saját magát felemészti. Addig, amíg van feleség, az embernek felemészti a feleségét, vagy pedig fordítva a feleség a férjét, és amikor sikerült a temetés, megvan minden, szépen el van temetve, megvan a gyász, utána aztán felemészti saját magát. Így lehet csak élni, Isten nélkül. Na, hát akkor mindenki szülessen újjá Istenben. Úgy legyen, nem tudok mást mondani én se.